díszpolgári cím kitüntetésben részesült Csányi Sándor. A színész rendező 1975-ben született Budapesten, majd hosszú ideig Józsefvárosban élt. Gyermekkori vágya volt, hogy színész lehessen. A főiskola elvégzését követően 2002 és 2012 között a Radnóti Miklós Színház társulatának lett a tagja. Ezután a Tália Színházba szerződött, amelynek 2016 óta művészeti vezetője is, és a mai napig teltházas darabokban játszik. Több ezer fellépést tudhat maga mögött, színházi bemutatóinak száma meghaladja a 60-at, amelyek mellett rendszeresen szerepel játékfilmekben is. Kiváló színészi alakításaiért számos rangos díjat kapott, melyek közül a legkiemelkedőbb a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2005-ben, a Jászai Mari díj 2013-ban, 2018-ban pedig Magyarország Érdemes Művészet díjat vehetett át.